Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatel televízió híradóját látják, Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sajtótájékoztató, Szekszárd ivóvizét nem veszélyezteti a Dunai Ár. Tanévkezdés, ajándékot kaptak az iskolások Szekszárd polgármesterétől. Bűnmegelőzés, szabaduló kamion érkezett Dombóvárra. Civil véradás. Cél a figyelemfelhívás. A 9 kutat, amelyek biztosítják Szekszárd ivóvizét, nem veszélyezteti a Dunán most levonuló ár. Sajtótájékoztató keretein belül számolt be Berlinger Attila polgármester és Nakács Péter, az Egyesült Regionális Önkormányzati Vízi Közmű ZRT vezérigazgatója. Az egész ország fokozott figyelemmel kíséri a Dunán és mellékfolyóin levonuló árhullámot, ahogyan Berlinger Attila Szekszárd polgármestere is. Itt állunk inn az úgynevezett Faddi teraszon, Faddi és Bogyiszló között a hajdani szekszárdi vízmű, ma már Erőv ZRT kezelésében álló szekszárdi víznyerő kutak mellett, ahonnan Szekszárd is ugye az ivó vizét nyeri. Éppen ezért azért tettük ide is jelenleg az Erőv ZRT munkatársaival ezt a bejárást, hogy meggyőződjünk arról, hogy ennek a víznyerő kutaknak a létesítésekor a maximális figyelemmel történt ezeknek a megépítése, hiszen egy olyan védett magasságba, olyan kiemelt helyszínekre épültek a kutak, amelyek még a legnagyobb, valaha mért legnagyobb vízállás felett is jóval magasabban helyezkednek el, így nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy a Szekszárd ivóvíz ellátás veszélybe kerülhet. A dunamenti település abban a szerencsés helyzetben van, hogy közvetlenül az áradás nem érinti, hiszen biztonságos távolságra fekszik a folyó medrétől. A Szekszárd ivóvíz ellátását 9 darab sekélyforradó parti szűrési kút biztosítja. Ezek a kutak, mint látható, a valamikor mért legnagyobb árvíz szinttől még följebb van 1-1,5 méterre vízzáró vasbeton aknában. Ezek a szerelvények teljesen vízzáróvá vannak kialakítva, tehát igazából ha el is érné az ár, de ezen nem számítunk, mert az előrejelzések és a mérések alapján ugye 860-870-es vízre lehet számítani, ami körülbelül egy ilyen másik 2 méterre lejjebb lesz, mint maga a kút aknának az alja. Takács Péter, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű ZRT vezérigazgatója hozzátette, hogy felkészültek arra az esetre, ha az áramellátás akadozna. A mai nap folyamán kiépítésre került egy nagy teljesítményű áramfejlesztő, hogyha amennyiben az ár valamilyen oknál fogva a villamosenergia ellátást befolyásolná, akkor az áramfejlesztőkkel, az áramfejlesztővel biztosítani fogjuk tudni a kutak működését, így zavartalan lesz a város vízellátása. Szekszárd városában épített úgynevezett magas tárolók is állandóan feltöltött állapotban vannak, amelyeket a szakemberek folyamatosan ellenőriznek ebben az időszakban. Ezek a tárolók egy napig képesek ellátni a települést ivóvízzel. Csillogó szemű, vidám kisiskolásokat láthattunk szeptember 17-én a Babits Mihály általános iskola padjaiban. Szekszárd polgármestere Berlinger Attila ajándékcsomagokkal lepte meg őket. Néhány hete becsengettek, és elkezdődött egy újabb tanév. Minden évben ilyenkor több éves hagyománya a városnak, hogy az általános iskola első osztályos nebulóit megajándékozzák. Tesszük ezt abból a megfontolásból, abból az elvből, hogy a szekszárdi iskolások tartozzanak bár a tankerülethez, vagy régebben a városhoz, mindenképpen a mi városunk gyermekei, és azt szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek boldogan, jó körülmények között, kiváló oktatást kapva nőjenek fel, és váljanak igazi szekszárdivá. A mai napon itt a Babits Mihály általános iskolában osztottunk igazgatónővel valamennyi első osztályos kisgyereknek egy-egy kis ajándékcsomagot, egy kis szekszárd feliratú tornazsákot, kulaccsal és kulcstartóval, amely azt gondolom minden gyermekes családnak a hasznára válik, hiszen ezek az eszközök, ezek napi használatban vannak. Jelenleg 439 tanulója van a Babits Mihály általános iskolának, ebből a két első osztályt 46 gyermek látogatja, tette hozzá Botos Ilona, az intézmény igazgatója.
Nagyon örültünk, hogy a polgármester úr ellátogatott hozzánk, és személyesen hozta el a város ajándékát, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni. A gyerekek nagyon nagy örömmel fogadták ezt az ajándékot, még egy kis mondókát meg verset is elmondtak a polgármester úrnak. Egy jól sikerült reggel volt ez a csillogó szemű kisdiákoknak, akik tanulási kedvét fokozni tudta a kék hátizsák és annak tartalma, ami szép emlékül szolgál majd. Szeptember 19-én kezdetét veszi a szekszárdi születi napok 2024-es programja koncertekkel, kulturális műsorokkal és remek borokkal várják a városban az érdeklődőket. A Volánbusz felhívja a figyelmet, hogy ezen a hétvégén változások lesznek egyes helyközi és a helyi járatos autóbuszok útvonalain. A hétvégi forgalmi rendváltozások miatt kimaradó megállókra kell számítani néhány járaton, de kihelyeznek más ideigleneseket is, hogy mindenki le tudjon szállni a céljához legközelebb. További információk a Volánbusz honlapján olvashatók. Gyanús üzenet érkezett az egyik Tolna vármegyei rendőr telefonjára. SMS-t kapott, hogy gyermekének új száma van, mivel a régi telefonja elromlott, és ezért küldjön neki egy üzenetet. Felhívta családtagját, és meggyőződött róla, nem romlott el a gyermek telefonja, így hát nem küldött üzenetet. Azután kapott egy felkérést, hogy átmeneti anyagi nehézségek miatt fizessen ki egy tartozást a telefont elhagyó gyermek helyett, és a megadott külföldi számlaszámra gyorsan utalja el. A rendőrség felhívja rá a figyelmet, hogy hozzátartozóik nevében küldött üzenetekre is csak azután válaszoljanak, miután meggyőződtek arról, hogy valóban tőlük érkezett a kérés. Színes programokkal várnak minden érdeklődött Bonyhádon, a Művelődési Központ mögötti rendezvénytéren, az Autómentes Nap alkalmából szeptember 19-én. A rendezvény, valamint az előkészületek ideje alatt a Kaszinókert rendezvénytér parkolója lezárásra kerül szeptember 18-án szerdán 20 órától, szeptember 19-én csütörtökön 16 óráig. Az eseményre többek közt gyalogos, kerékpáros felvonulással, játszóházzal, valamint tombolasorsolással is készülnek. Szabaduló kamion érkezett Dombóvárra. Az interaktív bűnmegelőzési módszert a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karán működő emberkereskedelem elleni küzdelem kutatócsoportja egy holland alapítvánnyal együttműködve fejlesztették ki. A program hivatalos megnyitóján részt vett Gábor Zoltán alezredes, a Dombóvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Nagyon örülünk annak, hogy ez a kezdeményezés Dombóvárt is elérte. Egy olyan témáról van szó, amiben számos belső norma, intézkedési terv született már az évek során, de igazából elévülhetetlen, hiszen erről a témáról fiatalok számára egy átfogó, gyakorlati jellegű oktatást tartani a felbecsülhetetlen értékük. A Magyarországra érkező kamion negyedik állomásaként Dombóvárt választották, számolt be Pintér Szilárd, a város polgármestere. Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokra hívja fel a figyelmet, azon túlmenően, hogy interaktívan és nyilván fiatalos módon találkozhatunk a problémával. Nagyon remélem, hogy az a több mint 100 dombovári fiatal, akit az elkövetkező két napban meglátogat ezt a kamiont, olyan tapasztalatokkal és bölcsességekkel távozik innen, amelyet meg tud osztani hasonlókorú fiatalokkal, osztálytársaikkal, és elhívják arra a figyelmet, ami leselkedik rájuk nap, mint nap. Ugyan az orrunk előtt van, de nem veszünk róla a tudomást. A járműben egy szabaduló szobát alakítottak ki, amelynek a három helyisége úgy lett berendezve, mint egy bordélyház, ahol prostitúcióra kényszerített személyek dolgoznak. Tájékoztatott Szijjártó István, a Pécsi Tudományegyetem tanársegéde. Ezt a kamiont, ezt a bűnmegelőzési eszközt a holland rendőrség megbízására, illetve egyéb holland kormányzati szervek megbízására a RISSÉP elnevezésű alapítvány készítette Hollandiában. A célja az, hogy Hollandián kívül olyan országokban folytasson bűnmegelőzési programot, amelyekből tipikusan Hollandiába sok áldozat érkezik, akik az emberkereskedelemben érintettek, akik az emberkereskedelemnek esnek áldozatul. A program lényege a figyelemfelkeltés, a szabaduló szoba interaktivitását felhasználva ragadja meg a fiatal korosztály figyelmét, melynek során tudatosítani akarja a résztvevőkben, hogy milyen veszélyek leselkednek a fiatal korosztályra az emberkereskedelem világában. Bátaszék város képviselő testülete 2024. szeptember 1-jével több helyszínen új forgalmi rend bevezetéséről döntött, adta hírül Bozsolik Róbert polgármester közösségi oldalán.
A park sétányban ismételten két irányú a forgalom, a Bezrédi és az Arany János utca közötti szakaszon. Az Árpád utca és a Budai utca, illetőleg a Szent István tér és Szabadság utca kereszteződésénél az eddigi elsőbségadás kötelező, most állj elsőbségadás kötelező táblára kerül kicserélésre. A város arra kér mindenkit, hogy körültekintően közlekedjenek. A Bonyhád BFC megérkezett a strandlabda rúgó klub világbajnokságra Olaszországba. Első mérkőzésüket játszották volna szeptember 17-én délelőtt, de a német ellenfelük technikai probléma miatt nem tudott kiállni a bonyhádiak ellen. Így a versenybizottság 3-0-ra a magyar csapatot hozta ki győztesül. A hazai klub így vélekedik. Nem így készültünk, játszani jöttünk, de játék nélkül szereztük meg első pontjainkat a történelmi tornán. Következő ellenfelük szerdán a Barra de Santiago lesz. A Duna Menti Polgári Egyesület 11. alkalommal szervezett civil véradást a szekszárdi területi vérellátóközpontban. Céljuk ezúttal is az volt, hogy felhívják a figyelmet a véradás fontosságára. Véradás a szekszárdi területi vérellátóközpontban. A legelső vállalkozó szelleműek már reggel 8 órakor megérkeztek a Duna Menti Polgári Egyesület szervezésében tartott véradásra. Fontos a véradás, ugye, hogy embertársainkon segíteni tudjunk, hiszen a vér egy olyan készítmény, ha nevezhetjük így, amit nem lehet mesterséges úton előállítani, pótolni, csak mi magunk tudunk egymáson, embertársainkon ezzel segíteni. Ugye korlátos a hozzáférése a tekintetben is, hogy nem korlátlan módon eltartható. Ezért szükséges az, hogy rendszeresen jöjjünk és adjunk vért, hogy folyamatosan a vérellátónál meglegyenek azok a készletek, amire szükség lehet betegtársaink számára. És hát ugye két hónap kell, hogy tudjunk vért adni, tehát nem tudunk naponta vagy hetente, amikor a szükség úgy hozzá jönni. Ezért szükséges az is, hogy a lehető legtöbben éljünk ezzel a lehetőséggel, és próbáljunk segíteni egymáson. Berta Zoltán a fiatalokat, 18. életévüket betöltötteket is arra biztatja, hogy adjanak vért. Hiszen ugye azt is tudni kell, hogy 65 év fölött pedig már nem lehet vért adni, tehát pótolni kell azokat a véradókat, akik koruknál fogva már nem tudnak segíteni. A civil véradásokra összesen közel 100-an szoktak érkezni. Ha első véradók is vannak, az külön örömmel tölti el a szervezőket. A most résztvevők közül sokan már rutinos véradónak számítanak. Meg kell próbálni, valakinek tényleg nem esik jól. Nekem problémám még nem volt vele, de láttam olyan tényleg, aki elszédült vagy elsápadt. De hát a nővérkék, azok nővérek mondják, hogy azok itt vannak, tehát vigyáznak az emberre. Az egyesület szervezésében az érdeklődőket legközelebb szeptember 20-án pénteken 8 és 14 óra között várják. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Baranyát is megtépázta a vihar, sokszor vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén. Körforgás a kertekben, kiállítás a pécsi vásárcsarnokban. Új központ Kisgyalánban, kormányzati támogatásból szépült meg a település. Nem mindenki közlekedett az útviszonyoknak megfelelően. Többször vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén. Sok baleset történt szombaton, és a vasárnapi nap sem telt el incidens nélkül. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számolt be az elmúlt napokról. A viharos időjárás Baranyát sem kerülte el. Ilyenkor fokozottan az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni, ezt azonban sokan nem veszik figyelembe. Ezért több autóbaleset is történt a hétvégén térségünkben. Kaptuk a tájékoztatást a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől, Horváth Nikolett Csillától. Az elmúlt hétvégén főleg az eső miatt avatkoztak be a Baranya Vármegyei egységek, közúti balesetekhez, illetve az eső miatt kidőlt fákhoz riasztották őket. Talán a szombat volt, ami a legkritikusabb napnak mondható, akkor 5 közúti balesethez is riasztották őket. A vizes úton több autó letért, felborult, valamelyik fának is csapódott. Két esetben a tűzoltóknak kellett a sofőröket kivágni az autóból. A nagy erejű szél több fát kicsavart, megtépázott, balesetveszélyesített. Ezeket is el kellett távolítani a katasztrófavédelem tűzoltóinak a további balesetveszély életveszély elhárítása miatt. Vasárnap 11 alkalommal riasztották a Baranya Vármegyei tűzoltókat. Közutakra dőlt fák, nagyméretű, törött, magasban lógó, veszélyeztető faágak miatt.
Ezeket a tűzoltók motoros láncfűrész, illetve kézi erő segítségével távolították el. A fakidőléseknél a baleset elhárító beavatkozást a pécsi, kumlói, sásdi, siklósi és sejei hivatásos tűzoltók végezték. A vihar során épületkár, személyisérülés nem történt. A gépkocsi balesetek alkalmával a sérülteket kórházba szállították. Komposztálás, fenntartható divat, táplálkozás és szezonális kertgazdálkodás. Többek között ezeket a témákat is bemutatja a természettár legújabb kiállítása a pécsi vásárcsarnokban. A körforgásos gazdálkodás című interaktív tárlat célja a diákok tanítása mellett, hogy érzékeltesse, a mindennapokban is könnyen tehetünk a környezetünk védelméért. Körforgásos gazdálkodás, ez a címe a pécsi vásárcsarnok új kiállításának. Az őstermelő, kistermelő azt mondja, ez nem egy új dolog a földművelésben. Ezt a módszert alkalmazták őseink is. Gyakorlatilag ezt vetésforgó szaknyelven, hogy minden évben ugye cseréljük a növénykultúrákat abban az adott területben. Itt lehet parcellázni, gyakorlatilag ezeket a parcellákat minden évben máshova ültetjük ezeket a növényeket, és ezzel próbáljuk megóvni a talajnak az értékét. Ez a módszer jót tesz a termőtalajnak, amit a kistermelők, őstermelők alkalmaznak is. Ha folyamatosan ugyanazt a növénykultúrát használjuk, akkor kizsigereljük a földet, és hát ugye próbáljuk egyéb más technikákkal is rendbe tartani, ugye a szerves trágya, a szármaradványok visszadolgozása, és még folytathatnám. A pécsi vásárcsarnokban rendszeresek az olyan kiállítások, események, amik hasznos információkat adnak kicsiknek és nagyoknak, mondja a kommunikációs referens. Ugye időről időre mindig valami kiállításra készülünk, most a körforgásos gazdaság című kiállításunk van, ahova várjuk szeretettel a kisiskolásokat, óvodásokat. Ugye csak emlékeztető, volt már a méhecske, volt már gomba, volt már virág, volt már halacska, de a körforgásról, amit vetésforgónak is hívhatunk, kicsit többet megtudhatnak itt nálunk bármikor, minden érdeklődőt szeretettel látunk. Ezeket a horgolt állatokat például a talajban élőkről mintázták, hogy bemutathassák az érdeklődőknek, de sok mást is megtudhatnak az iskolások, akár egy ide szervezett biológia óra keretében. Milyen élőlények vannak a talajban, hogy támogatnak, segítenek minket a gazdálkodásunkban, mit miért egymás után ültetünk, és miért nem ültetjük folyamatosan a növénykéinket egymás után. Tehát nagyon-nagyon érdekes, de az avar világáról, tehát ez egy komplett biológia óra tud lenni, hogyha ide eljönnek. Elsősorban a kert került a fókuszba, így gyakorlatilag minden olyan folyamat, ami egy kertben zajlik, megismerhető. De kitérnek a kiállításban a vegyszermentességre, az egészséges életmódra, a divatra, a permakultúrára, vagy a minőségi időre is. A kiállítást szeptember végéig láthatják az érdeklődők a pécsi vásárcsarnokban. Megújult Kisgyelen központja. Az alig 200 lelkes településen több mint 50 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg a beruházás. Ennek részeként járdák és utak épültek, valamint kialakítottak egy parkolót is. Már kényelmesebben közelíthető meg a Kisgyalán központjában álló műemléktemplom, a bolt, a buszmegálló, az önkormányzati hivatal, az orvosi rendelő, a könyvtár és az időskorúak nappali ellátását biztosító épület is. A falu központ 50,5 millió forintos forrásból korszerűsödött, ennek részeként egy parkolót is kialakítottak. Már elég idős járdáink voltak, és egy betonos megoldás volt, és hát ezek a járdák idővel tönkrementek, és mindenképpen indokolt a falu központ felújítását ez a beruházás, már a műemlék templom miatt is. Kisgyalán a beruházásra a TOP Plusz keretében nyert forrást. A TOP Plusz források elnyerésében Somogy az első 5 legsikeresebb vármegyek között szerepel hazánkban. A pályázatokhoz a Somogy vármegyei önkormányzat is segítséget nyújt.
Somogy vármegyében szakmai segítséget is nyújtunk ezeknek a kis településeknek, hiszen projektmenedzsereink vannak a vármegyeházán, és ott azokon a kis településeken, ahol nem áll rendelkezésre az a szakmai háttér, amely egy ilyen projektnek a megvalósításához szükséges, ott ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani a kis településeknek segítségként. Kisgyalán legutóbb a Magyar Falu programban pályázott 5 millió forintos összegre, ebből út- és járdaépítést valósítana meg a település. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Sajtótájékoztató, Szekszárd ivóvizét nem veszélyezteti a Dunai Ár. Tanévkezdés, ajándékot kaptak az iskolások Szekszárd polgármesterétől. Bűnmegelőzés. Szabaduló kamion érkezett Dombóvárra. Civil véradás. Cél a figyelemfelhívás. Szerdán napközben már jellemzően napos idő lesz, mérsékelt felhősödésekkel. Délután erőteljesebb gomoly képződés kezdődhet, melyből elszórtan záporeső is kialakulhat. Tartós, kiadós eső nem várható. Éjszaka eleinte szélcsendes idő lesz jellemző, majd hajnaltán felélénkülhet a szél. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!